24-es út. A hétvégén már versenyeznek az új aszfalton. Új egyetem alakult több főiskolából. 6. alkalommal rendezték meg a székelyvágtát. Dérhennivel hűtötték a karácsondi forróságot. Üdvözlöm Önöket, ez itt a 60 Online TV híradója. Én Ország Szilvia vagyok. Friss aszfalttal várja a magyar autósport nagyjait a hétvégi mátrai gyorsasági futamra. A 24-es számú főút klasszikus versenyszakasza, miután átadták a megújult részt. A lakosság és a sportélet egyformán várta és támogatta ezt az útfejlesztést, hiszen ez a Mátra fő összekötő útja hangzott el az avató ünnepségen. A hegyi út sajátosságai miatt a vízelvezetésre is nagy hangsúlyt kellett fektetni a 24-es út 8 kilométeren megújult szakaszán a Gajatetői és a Parácsasvári elágazó között. A motorosok biztonságára közel 3 kilométeren kettős korlát ügyel, 6,5 kilométeren új a korlát. Szabó Zsolt államtitkár az ünnepségen aláhúzta, a szakma, a lakosság, a politika, a sportélet egyformán várta és támogatta ezt az útfejlesztést, miután ez a Mátra fő összekötő útja. Én nagyon hálás vagyok a magyar kormánynak, kaptunk egy keretet, amit a megyében a különböző utak felújítására el lehetett határolni. Ezen keret keretében 21-es főút, 3-as főút és a 24-es főút került sor a felosztásra, mint megyei útbiztos vettem ebben a folyamatban részt, és ennek köszönhetően nagyon sok szervezettel egyeztettem, például az Automotorsport Szövetséggel is, valamint Horváth László képviselő úrral, és nagyon pozitív partnere találtam, hogy ők támogatnák ezt a 24-es út felújítást, hiszen nyer a környék, nyer a turisztika, ez a Mátrának az északi főútja, a Mátrán keresztül vezető egyszemfőút, és hát nyer maga a motorosport, az autósport egy jó versenyrendezési lehetőséget. Horváth László, a Mátrai térség országgyűlési képviselője szerint az út elkészülte egyfajta újjászületés, a kivitelezők példás gyorsasággal és jó minőségben dolgoztak. Amikor felvonultak a gépek, akkor nagy volt a csodálkozás, mert már-már hitték is, meg nem is, hogy egyszer sor kerül erre az útfelújításra. De hát ahogy itt a munka folyt, a bizonyosság érzése lett úrá mindenkin, és egyre inkább elfogytak a kérdések, hiszen az a gyorsaság, az a minőség, az a hozzáállás, amit itt az emberek nap mint nap láttak, a környékben élők, az önmagáért beszél, ott már nem volt több kérdés, és most, hogy egy hét múlva visszatér ide a legendás verseny, közel 100 versenyzővel, így pedig most már a bizonyosság az úr. Oláh Gyárfás, a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség elnöke az autósport nevében megköszönte a döntéshozók támogatását az útszakasz felújítása kapcsán. A hétvége már az avató futamoké, mert jön a 33. Mátrai hegyi verseny. Július 16-án és 17-én éred újjá a legendás versenypálya. Több ezer embert várnak ide, a megmérettetés része az Országos Hegyi Gyorsasági Bajnokságnak, és itt lesznek a rallisok is. Szép rangsor folytatódik 2016-ban, hiszen 1978 óta olyan nevek versenyeztek itt, mint Kessár Csaba, illetve Ferjánc Attila, nem beszélve Zengő Zoltánról vagy Mihelisz Norbertről. Egy állítólag lezuhant kisrepülőgépet kerestek nagy erőkkel a hatóságok az autópálya melletti földeken 60 közelében, értesült a 60 Online. A gépet több helikopter is kutatta a levegőből, de eddig nem találták meg. Már amennyiben valóban lezuhant. Új egyetem alakult a megye felsőoktatási intézményeiből és két másik város főiskolai karaiból július elején. Dr. Dinya László, az Eszterházy Károly Egyetem szenátusának tagja úgy véli, a felvételi létszámok erősödéséből már is kitűnik, hogy jó döntés volt az intézmények szövetkezése. Eger, Gyöngyös, Sárospatak és Jászberény főiskolai bázisa már egy közös egyetemet alkot. Nagy előrelépés és egyben nagy kihívás is a térség és az érintett intézmények számára is a főiskolából egyetemi növekedés, fejtette ki Extra című műsorunk vendégeként dr. Dinya László, az új egyetem szenátusának tagja. Ma már a felsőoktatásban az intézmények messze-messze túlnőnek azon, hogy csak képző, szakképző vagy szakmát adó felsőfokú végzettséget és képzettséget adó intézmények legyenek. Itt tudásközpontokról beszélünk, vagy ha még praktikusabban akarjuk mondani, akkor
tudásvállalatok, tudásszolgáltató vállalatokról kell beszélni. Ezt klasszikus intézmények nem szívesen hallják, de azok, akik korábban főiskolák voltak, azoknak ez teljesen természetes dolog volt, hiszen az úgynevezett professzionális felsőoktatás mindig is a főiskolák számára adott volt. Mint a szakértő emlékeztetett, a felsőoktatás folyamatos átalakulása, a demográfiai hullám változása és a távoktatás elsorvadása után épp Gyöngyös, a korábbi Károly Róbert főiskola kezdte el szorgalmazni az integrációt más intézményekkel, szó esett Gödöllőről és Debrecenről is többek között. A kormányzati stratégia pedig eredetileg az volt, hogy a nem kellően életképes intézményeket megszüntessék. A kormányzati koncepció az, hogy ha egy intézménynek a missziója, küldetése sokkal átfogóbb és sokkal tarkább, mint csak pusztán szakmát nyújtani, képzési programokat produkálni, innovációs kutatást is kell végezni, szaktanácsadást kell végezni, mindenféle szolgáltatásokat kell végezni, lásd, labor, tehát műszeres szolgáltatásokat vagy éppenséggel, közművelődés és minden más szolgáltatást, infrastruktúrára épülő egyéb szolgáltatásokat. Nagyon széles ennek a palettája, és ha egy ilyen intézmény, kvázi egy lámpás, egy térségben kioltódik, akkor a térség sötétbe borul. Legyen ez kis térség is, akár Gyöngyös térsége. Innen jött a váltás, hogy bezárás helyett integrálni kell a főiskolákat, mert a képzés mellé tudásbázis szerepük is van egy adott térségben. Az egyetemi válás híre azonnali pozitív hatással volt a felvételi érdeklődésre, fejtette ki dr. Dinya László. Azt mondtam ezelőtt egy évvel, amikor elkezdtük a tárgyalásokat, hogy ha mi egyetemi rangúak leszünk, és nem tudunk ezzel a ranggal plusz 30%, tehát 30%-kal több hallgatót beiskolázni, akkor megérdemeljük a sorsunkat. Most a felvételi jelentkezések alapján látható, hogy 29,5%-kal nőtt a hozzánk jelentkezők száma tavalyhoz képest. Az oktatók Gyöngyösön képesek hozni az egyetemi színvonalat, hiszen már korábban is folyamatosan emelték az oktatási követelményi szinteket, hangsúlyozta műsorunkban a szenátus tagja. A Heves megyei közgyűlés alelnöke és egyik tagja is jelen volt az idei Székelyvágtán Erdélyben. Az Óriás Pincetetőn 6. alkalommal rendezték meg a futamot, amelynek győztesei indulhatnak ősszel a budapesti Nemzeti Vágtán. Heves megye testvér megyéjében, az erdélyi Kovászna megyében rendezték meg immár 6. alkalommal a hagyományos székelyvágtát, a magyar vágta egyik hivatalos előfutamát. Sepsiszentgyörgy mellett a Maksai Óriás Pincetetőn volt a futam. A versenyen 31 lovas állt rajthoz, ebből 15-en a székelyi vágta futamon, 16-an pedig a Góbé futamon indultak. A székelyi vágta praktikus célja, hogy Székelyföld legjobb lova és lovasa megnyerje Budapesten a nemzeti vágtát, nyilatkozta Tamás Sándor, Kovászna megye tanácsának elnöke. A Heves megyei közgyűlést az eseményen Tóth Csaba közgyűlési alelnök és Csík Balázs a grémium tagja képviselte. Egri bort vittek ajándékba a testvérmegye vendéglátóinak, és kivették a részüket a díjátadásból is. A 2014-ben is győztes Leményt képviselő Zsigmond János nyert végül Erdélyben. Ő állhat rajthoz a budapesti nemzeti vágtán, amelyet szeptember 16 és 18 között rendeznek Budapesten a Hősök terén. Egész nap egymást követték a programok Karácsondon a falunapon. Az egybegyűlteket köszöntötte Földi Csaba polgármester társaságában Szabó Zsolt államtitkár, a térség országgyűlési képviselője is, a sztárvendég pedig idén Dérheni volt. Asztali teniszbajnokság, Bogrács Fesztivál és zene minden mennyiségben, így indult a karácsondi nyár. 5. alkalommal gyűltek össze közös ünneplésre a karácsondiak. A szombati falunapon a község polgármestere Földi Csaba köszöntötte a látogatókat. Szükség van rendezvényekre. Szükség van olyan közösség megmozgató, közösség építő falunapi rendezvényekre, mint amin most részt veszünk. Szabó Zsolt, a térség országgyűlési képviselője kiemelte, hogy fontosnak tartja a helyi közös összefogással megvalósuló falunap rendezését. Mint mondta, a közös ünnep kedves emlékeket idéz a családokban, a település lakóikban. Egy kellemes rendezvény, ami összefogással, civil meg céges összefogással jött létre, és nagyon gratulálok polgármester úrnak és az egész csapatnak a szervezéshez. Hála az égnek, nagyon sok embert megmozgat ez a rendezvény, és mindenki kijött ide a térre. Nekem erről mindig az jut eszembe, amikor annó nagymamáméknál kimentünk a térre, ugyanilyen rendezvényre, és végig kellett menni a nagymamám kezét fogva, hogy mindenkinek megmutassa, hogy itt az unokája milyen büszke rá. Úgyhogy kérem, hogy legyenek büszkék arra, hogy karácsondiak, és egy ilyen rendezvény történik itt a falujukban. A falunapon idén 21. alkalommal rendezték meg a karácsondi Bogrács Fesztivált. A sportszerelmeseit pedig a Kárpáti Asztali Teniszkupa várta. Volt még aszfaltrajzoló verseny, habparti és tűzijáték is. Fellépett Csík Dávid és zenekara, a BZT zenekar.
Az este fergeteges hangulatot teremtett a falunap sztárvendége Dérheni is. Én azt láttam a közönségen, hogy nagyon-nagyon életre való kis közösségről van szó. Nagyon aktívak voltak, és nagyon-nagyon vidámak, úgyhogy én is nagyon-nagyon jól éreztem magam. Heni azt kérte a közönségtől, hogy példája nyomán ők ismerjék megélni az álmaikat. Dalainak is sokszor választja ezt fő üzeneteként. Ne csak akkor legyen egy embernek ereje, amikor mellettünk állnak nagyon sokan. Ne attól legyen erőnk, hogy ott áll mellettünk 10 másik ember. Magunktól legyen erőnk. Tehát én mellettem senki nem állt, és én a sugárlófot is úgy hagytam ott, hogy én hiszek magamban. Nem számít, akkor is megcsalasztódott, és működött. Szerintem pontosan azért, mert nem voltak benne görcsök, nem akartam megfelelni senkinek, és ezért jött be. Közös összefogással még könnyebb álmainkat elérni. A karácsondi falunap is így jöhetett létre, helybéli vállalkozók, civil szervezetek és az önkormányzat összefogásával. Nem igazak azok a sajtóhírek, miszerint kudarc a GYED extra bevezetése, mondta a Magyar Időknek Szalai Piroska, a Nemzetgazdasági Minisztérium tanácsadója. A támogatás bevezetésének évében alig több mint 2000 édesanya élt a lehetőséggel, de idén márciusra megtízszereződött az igénybevevők száma, és elérte a 23 ezer főt. Sok munkáltató azért nem alkalmazza a munkahelyvédelmi akcióterv járulék kedvezményét, mert nem tudja, hogy erre van lehetősége, írja a lap. A földrajzi oltalom alatt álló magyar élelmiszerek több mint egy tizedét találtak hamisnak a magyar piacon, így Magyarország 17 uniós ország közül a harmadik helyet foglalja el Luxemburg és Görögország után. Derült ki az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatalának jelentéséből. Az adatokat megíró origo.hu azt is közölte, a földrajzi árujelzővel védett magyar termékek 70%-át bormárkák teszik ki, ezért a hamisítás is nagyrészt ezt a területet érinti érzékenyen. Köszönöm figyelmüket, kövessék továbbra is a 60 online TV műsorát. A viszontlátásra! Kedden a napos idő ellenére záporok, zivatarok kialakulhatnak, a feltámadó déli szélben 37 fokos csúcs hőmérsékletre van kilátás. Szerdán egy hidegfronthoz esőt és erős szelet, de továbbra is 32-34 fokot mérhetünk. Csütörtökön többfelé záporos, zivataros időre készülhetünk, a megszokottnál hűvösebb napra számíthatunk.